Sziasztok! Hello! Mi nem pihentünk. Kettő rész között, hogy röviden fogalmazzak. Most miért kellett így be... Nem értem, mi ebben az a vicces, tehát... Miért kellett ilyen kihangsúlyozottan bejelenteni? Mi nem pihentünk semmit. De nem értem, mi ebben a vicces, de mindegy. Nandi nevet, örülök, hogy akkor örömet tudtam neked okozni. A lényeg az, hogy nagyon történnek a dolgok közvetlenül a rész elején. De nagyon-nagyon. Vigyázz, hátulról fognak. Jó, hátulról jöjjenek akkor, azt én úgy szeretem úgyis. Így hoppá, még ki nem derülne. Okay, ez azért jó, mert aki bele szokott tekerni a részbe, ezt még azt is látta, tehát... Oké, okay, köszi Serena. Viszont aki úgy teker bele, hogy pont ide teker, az szerintem le is iratkozik egyből. És ki az, aki 28 másodpercet teker bele? Tehát, bele teker, akkor legyen már nagy, érted? Ez mint a Windows, tehát hogyha már hiba, akkor legyen nagy. Ja. Ah, ez meg kivisz a francba. Nem jó. Igen. Vagy de? Nem. Hogy is van? Várjál. Nincs úgy, ahogy te mondod. Jó van. Meg nem is mondtam semmit, de azért nem úgy van. De nem úgy van, igen. Aj, Falmer. Ah, sok van még. Mentesz? Jó, oké. Hát bizony van még, hol még sok van, igen. Közbe kell. Amúgy ezt nem nagyon sneakerünk, pedig még tettünk is perkre. De igen. Mert észrevesznek egyből még most is, baszki. Ez az. Jó van. Ezt még gyakorolni kell. De hogy az egy helyben állók ne tudjam eltalálni, az már jó van. Tehát a mozgó célpontra van ki... Na jó, kész. Inkább oda megyek mészszel, mert ez nem megy. Jújjújjújj, ez veszély. Danger. Jó, akkor én most itt se vagyok. Sziasztok! Szerintem téged lesautollak valamilyen módon. Mondjuk egy kis ice formal. Sőt, fire... Hát melyik legyen? Ice form. Hát, ja. Ha lebucskázik. Ha már úgyis ilyen jeges vagy, te mocsok. És okay? Nem bucskázik sehova. Téged itt hagyunk. Pihenj egy kicsit, addig legyőzik a barátaidat, mit szólsz? Megölöm a barátaidat. Ez most poénnak indult, mert akkor nem értem. Hát nem, ez ilyen kedves, tudod, hogy pihenjél, addig én megölöm az összes haverod. Azt ne tedd, nem. Miért? Na mindegy, majd eldobjuk, ha valami szar van. Felkeltelek. Te baromira nem sepszek beléd semmit, mi? Hogyne, dehogy nem, teljesen mindjárt meghal. Hehej, alter. 53, haladunk. Ha, bitch slab. Szeretettel húsvét alkalmával, mert nálunk még mindig húsvét van. Meg kéne figyelni azt, hogy hány darab flash lép, tehát egy szintet. Kicsit ilyen darabosan beszélni. Szóval nem hány flash kell ahhoz, hogy anyád. Hogy egyet szintet lépjen az alteration. Persze ez attól is függ, hogy éppen hanyas az alteration. Húha, még van ez a hely, igen. Ó, hát még tudod hány hely van? Szerintem ez az utolsó, már Black Reach előtt. Hát szerintem nem. Ó, ha, majdnem. De jó, hogy itt vagy, barátom. Ó, Cloak, imádom a Frost Cloakot. Úristen, jó van akkor, megint nagyon színes minden. De ez amúgy semmit nem sebez ezzel a szar Frostbite-tal. Hát persze, a Cloak az többet sebezne. Flash-em is van, meg minden szarom de van. De a Flash már. Nem érted? A Flash nem véd a mágia ellen. Az ellen nem véd. Okay, viszont ezt a helyet én ismerem. Én is. Okay, akkor ebben megegyezhetünk. Itt van fent egy kar, jávol, Herr General. Meg egy chest. Meg két örkölő fal, mert akik még nem vettek észre. De. Ja, de. Ó, akkor... És Gloom lörkörök, ami kettő ütésből szed le. Jó, akkor egy hiba lehetőségem még van, az tök jó. Ha, de nem is felett foglalkoznak, úgyhogy... Tök jó. Ugye? Teljesen faszal. Igazából én a Companion nem azért tartom, mert olyan jó erő, hanem hogy azért, mert elterelt. Őket, igen. Ezt na, jó, mindenki van, így akkor... csinálja. Chest, engem az jobban érdekel. Conjure Lord of Bindings. Are you shitting me? Emiatt? Na jó, akkor eldobom azt a szar stuffot. Van nálad egy Dwarven scrap metal is. Vagy mi? Ja, de az nem... Vagy de? Azt is dobjad. Ott egy másik chest.
Igen, látom. Ez a rift. Igen, látom. Ez már a második lock. Úristen! LOL! De ronda! Ez már a második lock, ami elsőre sikerül ma. Tök jó. Ez ilyen matematikai bravúr. Második lock, de elsőre sikerül. Igen. Szóval itt lesz fent egy nagyon nagy szemétláda. Ez Unarmored. Na most ide szükségem van. Egy ilyenre valószínűleg. Meg egy flashre. És inkább az legyűjt. És vigyázz, mert amikor gőzet fúj, gőzt. Akkor nagyon gyorsan. Akkor te abba beledöblődsz. Igen. Ez jó, ne velem foglalkozz. Addig paskolom a seggeret, ha nem baj. Velem foglalkozik. Vigyázz! Én... Azt a úristenit! Jaj! Lá! Oké. Hát egy tízet megittál belőle, nem szarozni. Nem, persze. De hova tűnt a... Ez az, gyere végig hátrébb. Centurion. Remélem ebben lesz valami baromi nagy... Ebben mindig nagy szolgyem van. Na, de azt hiszni kutya. Viszont itt elmentem, mert tök jól sebezzük. Aha, itt a gőz. Lol, critical hit, ilyet nem is láttam. Farkára bele, egyenesen. Robotoknak van? Centurion, hát nem tudom. Centurion nem szoktunk critical hitelni. Ja. Itt a Grand Soul Gem, de üres, hogy rohadjon meg. És kulcsok. Ja, itt lesz még a két. És a másikat is lootold, hallod? He? Ott fekszik egy, abban is van Grand Soul Gem. És itt lesz két szabadságharcos mindjárt. Arra emlékszel a szabadságharcosok? Igen, te nevezted így őket el, és fogalmam sincs, hogy miért. Ez én sem az a baj, de a szabadságharcosok. Mert itt izé. Ja, mert Sulla az egyik. Sulla, az nem valami történelmi személyiség? De. Sulla. Ú, várjál! Valami római. Hadvezér volt, az biztos. Én nem szorozok vele, tehát úgyis meg fogtok támadni. Itt van Sulla. Egyenesen. Jó, valaki segítsen, már nem jut eszembe, milyen történelmi személyiség. Hadvezér az biztos, és ókor, tehát öreg. Hát római kori. Igen. Oh well. Nem, szerintem nem hadvezér, szerintem ilyen uralkodó. Hadvezér volt az. Jó, mondjuk én töriből olyan hülye vagyok, mint hat másik nekifutásból, tehát... Felőlem aztán... Királynő is lehetett. Igen, Egyiptom hercegnője is lehet. Szóval. Hercegnője Egyiptomnak, tehát igen. Igen. Jó, ebből is látszik. Oké, The Warframe Mechanism. De ki kell... Ja nem, jó. Hú, és ez már Black Reach. Jó, ide jó! Állomás. Ott van egy Dragon Soul, azt megcsináljuk? Ott nem. Sárkányt, nem? Nem, nem hiszem. És itt tudok ilyet kilőni. Hát tudsz, igen, csak most tök fölösleges volt. Eltaláltam valamit. Igen, az ajtót. Nem ezt akarom, hanem a ezt. Igen. Nagyszerű, hogy itt vagytok, örülök nektek, javár. Annyira azért nem. Imádlak, imádom a pofátokat. Oké. You can break me. 75-ös heavy armor, de jó. Nem szar. Alig fos. Nem! Pedig annyira azt... kevésen múlott. Amúgy arra is gondoltam, hogy végigfutok én ezen az egész szaron, tehát... Az nem jó. Speak with Tolvdir. Az úgy ott volt. Lol, he. Szóval, hogy mi lenne, ha végigfutnák hiszen az egész... De miért? Milyen Speak with Tolvdir? De az bal, tök mindegy, végigfutok, nem érdekel. Tehát jó most, van. És nem, hát ne szórakozzak már. Egyébként ezt én is utálom. Annyi helyre lehet menni, és én úgy eltévedek mindig. Meg a, aki csinálta ezt a Crimson Nurnrutos küldit, hát az meg aztán a pokol 8. bugyra egy kis kénkővel megspékel. Tehát, az mire biztos. Azt az összes szart megtalálod. Még rosszabb, mint az Unusual Gem keresés. Pedig azt se leányálom. Hagyjatok békén. Azért van a respite, hogy tudjál folyamatosan futni. Hát azt futni. Csináltam, baszki. Jó. Tök jó. Kell nekem valami Magic Regen, ezt már mondtam két részre ezelőtt. Igen, megint nem arra tettünk, hanem Alterationre szintlépéskor. Á, majd legközelebb. De nyilaznak constantly. Ez az Chaurusok. Nagyon jó. Még valaki? Centurionnak lesznek. És ilyen osztálykirándulást szervezek így magam után. Tök jó. Kövessetek gyermekeim, erre megyünk?
Oké, okay, és most úgy érzem magam, mint valami LSD trip per germán népmese. Per germán népmese, hogy kövesd a sárga utat a világító gombák földjén. Nem, ez Óza csodák csodája, abban van sárga út. Igen. Lehet, hogy a végén ott lesz Dorothy, meg a izé. Meg a szalma emberke. És mindannyian elkezdünk énekelni valami szar dalt. Hova? Ja, várjál, nem is idejövünk, hanem a toronyba. De, jó lesz az. De ez kell. Oké, okay, akkor. Tower of Bzzark. Bzzark. Meg egyébként is ezt a Black Reach-et már mutattuk az előző sorozatban is, úgyhogy... Nem is egyszer szerintem. Nekem most is nem úgy foglalkozunk a részletekkel, csak csináljuk az Elder Scrollt, mert... Nekem is úgy rémlik amúgy, mintha már ezt harmadszor látnánk, de nem tudom miért. Lehet, hogy azért, mert mi már ötször végigjátszottuk ezt a játékot, és már hatodszor csináljuk. De videóban még, hát egyszer biztos, de szerintem lehet, hogy kétszer mutattuk. Nem emlékszem, de egyszer biztos, az biztos. Ok. Hogy van ez? Ez könnyű, mert be kell tenni a gömböt, meg a kockát. Vagy csak a kockát? Csak kockát. Csak és addig kockát. Nyomogatod, amíg ki nem nyílik az összes többi. És de ezt így lehet? Nem mondod. Wait, what? Azt ne baszogasd. What? Hallod? A másodikat nyomogasd. Második. Ja, másodikat. Igen. Meg még egyszer. És akkor addig nyomogatod. És addig, amíg a harmadik oszlopon ki nem nyílik a gomb. Jó. Easy. Biztos? Igen. És most jó. Ó, ez már nagyon...